A digitalizáció a modern élményszerű tanulás világába kalauzolta nyílt napján az albai novára fiatalokat és kísérőiket. A cél, hogy a látogatók megismerhessék az élményszerű tanulást, bepillantást nyerhessenek a digitális világ csodáiba, amelyek a felgyorsult világban napról napra körülvesznek bennünket. Az Alba Innovári már hagyományosan minden hónapban, egy szombati napon szervezi ilyen nyílt napokat, ahol nem csak a székesfehérvári lakosok, hanem bárki részt vehet. Tulajdonképpen tíz éves kortól a felső korhatár nem is határoztuk meg, tehát szülőket, családokat, nagyszülőket várunk. Általában a szabadulószoba az, ami nagyon népszerű, tehát ezt minden ilyen nyílt napon meghirdetjük, illetve a gyerekek körében a 3D nyomtatás, tervezés és nyomtatás, ami egy nagyon kedvelt foglalkozás. A találkozón lehetőség nyílt robotokat programozni különböző érdekes feladatokra megtapasztalhatták, milyen egyszerűen lehet különféle tárgyakat tervezni, alkotni és kinyomtatni 3D nyomtatóval, illetve szabaduló szoba is várta a kódfejtő, kódtörő játék kedvelőit. Előkerülnek a LEGO robotok, konkrétan a LEGO Spike robotok, amiket megnéznek, megnézik a szenzoraikat, hogyan lehet programozni ezeket a robotokat, és egy újdonságunk, mondhatom így, mert szeptembertől kezdtük el használni a Spirobolt gömbrobotokat, amik egy tenyérben tartható kicsi robotok, és ezeknek a programozását, felhasználási módját nézhetik meg az érdeklődők. Azoknak, akiknek az érdeklődését felkeltették a nyílt napon, lehetőségük nyílik a foglalkozások során elsajátítani a digitális világ legfontosabb alapjait, aki pedig szeretne még jobban elmélyülni ebben, azokat várják a szakkörökben, amelyek várhatóan február végén indulnak.